Ingatlan fejlesztési nívódíj pályázaton ismerték el a ferencvárosi rehabilitációt. Színes, vidám, fiatalos, megnyílta a H52 ifjúsági iroda. A szociális területen dolgozókat köszöntötték, átadták a Humanitas Ferencváros díjat. Köszöntjük Önöket! A 17. ingatlanfejlesztési nívódíj pályázaton Ferencváros önkormányzata a kerületi tömbrehabilitációról benyújtott pályamunkájával második helyezést és a Magyar Urbanisztikai Társaság külön díját nyerte el. Idén a FIAPCI magyar tagozata és a Magyar Ingatlan Szövetség közreműködésével 17. alkalommal rendezték meg a Magyar Ingatlan Fejlesztési Nívódíj pályázatot. Az eredményhirdetést a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén tartották. A pályázatot először 1997-ben írták ki, mindjárt az első évben első helyezést ért el a ferencvárosi rehabilitáció, amit nemzetközi siker is követett. A ferencvárosi tömb és nagy léptékű rehabilitáció nem először szerepel a pályázaton. 1997-ben az első nyertes a középső ferencvárosi tömbrehabilitáció volt, és akkor a nemzetközi pályázaton is első díjat nyert. Ez volt az első hazai siker. Azóta számos ferencvárosi épület intézmény pályázott és ért el előkelő helyezést, nem csak a hazai, hanem a nemzetközi mezőnyben is. Így például a Nagyvásárcsarnok, a Holokauszt Emlékközpont, a Művészetek Palotája, a Semmelweis Egyetem elméleti tömbje és a Budapest Music Center. Ferencváros szerintem a világon az egyetlen kerület, ahol annyi nemzetközi első díjat nyertek, mint ebben a kerületben. Az idei díjátadón külön díjat kapott a Fradi Stadion, azaz a Grupama Aréna is. A második helyezett pedig Ferencváros önkormányzatának tömbrehabilitáció és városmegújítási akció elnevezésű pályázata lett. A díjat dr. Bácskai János polgármester, Martos Dániel, a FEV9 ZRT vezérigazgató helyettese és Szűcs Balázs főépítész vette át. Első és legfontosabb üzenet, hogy nem állt meg ferencvárosi tömbrehabilitáció, sőt, folytatódik, és kiegészítésekkel. Most már nem csak épületrehabilitációról beszélünk, hanem örökségvédelemről, szociális városrehabilitációról és kultúra támogatásról is egyben. Ennek a tömbrehabilitációnak, ami közvetlenül a lakosságot érinti, befolyása van a befektetőkre is, hiszen nagyobb a befektetési kedv, és amit ritkán mondanak, de a tömbrehabilitációban is kétharmada magántőke fordul meg, tehát hogyha jó a konstrukció, jó az elv, jó a végrehajtás, akkor a magántőke is szívesebben jön, gyorsabban halad a rehabilitáció, és hamarabb kerülnek a ferencvárosiak összkomfortos lakásokba. Most 2015-ben, a 2007 óta eltelt időszak, illetve mi bemutattuk ebben az anyagban az elmúlt 25 évet gyakorlatilag, ezekkel a projektekkel nyerte el most a hazai magyar tagozat második díját az önkormányzat. Ebből, amit kiemelnék, az elmúlt 3-4 év eredményei, tehát hogy kapott egy markáns szociális arcot a városrehabilitáció, a József Attila terve első ütemén keretének belül, és emellett külön próbáltunk hangsúlyt helyezni arra, hogy a kulturális oldalát is bemutassuk ennek a szociális és kulturális városrehabilitációs folyamatnak is, mivel ugye a József Attila emlékhely átadásával, illetve megszépültével csúcsosodott ki. Milyen esélyek lehetnek a nemzetközi megmérettetésben, és erre hogyan készülnek? 12 kategóriában indul verseny a nemzetközi megmérettetésen. Mi az úgynevezett mesterterv, vagy átfogó terv kategóriában indulunk. Ezen pályázatok között a nagyobb léptékű, több lépcsőben álló pályázatok, illetve pályázók indulhatnak el. A 98-ban már egyszer nem ebben a kategóriában, de győztünk, és úgy érezzük, hogy van esélyünk a jelenlegi pályázaton is. A gyermekek jogainak világnapján nyílt meg a Ferencváros Ifjúság új közösségi tere, a H52 ifjúsági iroda. Az átadó ünnepségen Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár is részt vett. A H52 ifjúsági iroda a Haller utca 52 szám alatt az önkormányzat finanszírozásában teljes felújításon esett át. A helyiséget vidám, fiatalos színek és bútorok jellemzik.
itt lelt új otthonra. Egyrészt a korábban az Ecseri úti metró aluljáróban működő aluljáró ifjúsági iroda, másrészt a Ferencvárosi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatnak ez lett az új székhelye. Itt tartják üléseiket, ide várják a ferencvárosi fiatalokat. A megnyitó ünnepségen közreműködött a Kővirág énekegyüttes. Nyitogatom a felleget, a felleget. Beszédet mondott Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár, dr. Bácskai János polgármester és az ifjúság polgármestere Urbán Szabó Sándor is. Én azt hiszem, hogy ez az egy nagyon fontos dolog, hogy amikor 4 órakor véget ér a most már 4 óráig tartó iskola, akkor onnan hova mennek a fiatalok. Tudjuk azt, hogy vannak úgynevezett kulcsos gyerekek, meg voltak mindig is olyan gyerekek, akik akkor utána mehetnek haza, és lehet, hogy az egész felmaradó időt egyedül töltik, de milyen jó az, hogyha valaki közösségben tud lenni. És én azt kívánom a fiataloknak, hogy amilyen vidám volt ez a mostani indítás, és énekszó töltötte meg ezt a helységet, nem biztos, hogy mindig énekelni kell, vagy nem biztos, hogy mindig népdalszó fogja megtölteni, de hogyha ez egy zajos, zsivajjal teli helység, közösségi tér tud lenni, ahol egyébként adott esetben el is lehet mélyülni, és tényleg értékes információkhoz lehet hozzájutni, akkor én bízom benne, hogy már sokat tettünk. Vagy államtitkár asszony is elmondta, egy olyan hely lesz, ahova szívesen jönnek majd maguktól azok a fiatalok, akik délután 4 óra után iskolai és egyéb elfoglaltság hiány talán nem tudnak olyan helyre menni, ahol jól éreznék magukat. Mert adott esetben olyanak a családi körülményeik, adott esetben olyan élethelyzetben vannak, hogy más elfoglaltságot választanának az idő múlattatására. És hogy milyen elfoglaltságban lehet részük az ide látogató fiataloknak, arról az ifjúsági polgármester és a H52 szakmai program felelőse beszélt. Elsődlegesen még a testületi üléseinkhez fogjuk használni, aztán fokozatosan elkezdjük majd kihasználni. Én úgy gondolom, hogy ha van egy ilyen lehetőségünk, akkor igazából itt mindent ki lehet használni. A H52 csoportja is ugye nagyon szívesen segít nekünk bármiben. Az aluljáró ifjúsági iroda az 15 éve nyitott meg lenne az Ecseri úti metró aluljáróban, de ez egy nagyon picike hely, és nem is annyira levegős, ugye, mert hogy lenn van az aluljáróban, ezért nagyon régen már elkezdődött az, hogy onnan felköltöztetik a helyet. Az alapfeladat az ugyanaz, tehát fiataloknak az ellátása információval, tanácsadással és programokkal, ami miatt sokkal jobb itt, azon kívül, hogy van fény és levegő, hogy sokkal nagyobb a hely, és sokkal több programot tudunk csinálni. Tehát most itt egy pályázat keretében, amit a minisztérium támogatott, van zsonglőrfoglalkozás, van hip-hop tánctanítás. A nehéz sorsú gyerekeknek is, de elsősorban nekik van címezve az egész, hogy akik nem szeretnek otthon lenni, ne az utcán kóvályogjanak, hanem jöjjenek be. Itt a szociális segítők nagyon oda tudnak figyelni a fiatalokra, főleg a kisebb gyerekekre, és én nagyon szeretem a munkájukat, mert állandóan barátságosan közelednek. Az első tér, ez a fogadótér, mi elneveztük főtérnek, de közösségi tér, ahol lehet számítógépet használni, mind sima internetkezelésre, facebookozásra, mind pedig álláskereséshez kapcsolódóan segítünk önéletrajzokat írni, kinyomtatjuk, tehát hogy ebben tudunk segíteni, és akkor van a másik oldal, ahol a közösségi tér van, le lehet ülni, beszélgetni, kártyázni, társasozni, meg igazából a foglalkozások ott zajlanak. Van egy picike szobánk, ezt úgy hívjuk, hogy mini, az egy ilyen 2 személyes tanácsadó szoba, a pszichológusunkkal és a pályaorientációs tanácsadóval lehet ott beszélni. Van egy picike irodánk, és van egy kisebb klubhelyiség, amiben egy ilyen 5-6 fős klub foglalkozást lehet csinálni, tehát így állunk össze. Az átadó ünnepség végén a résztvevők leírták a fiatalságnak szóló kívánságaikat, majd léggömbökre kötözték, és a levegőbe engedték. Világszerte november 12-én tartják a szociális munkanapját, amikor a szakterület dolgozóit köszöntik. A ferencvárosi ünnepségen adták át a Ferencváros Humanitas díjat.
Az Ádám Jenő Zeneiskolában tartották a Szociális Munka Napjának ünnepét, melyen a területen dolgozók munkáját dr. Bácskai János polgármester köszönte meg. Ezután elismerő okleveleket adott át a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekben kiemelkedő munkát végzőknek a területért felelős alpolgármester Zombori Miklós. Elismerésben részesült Böhm Sándorné, a Varázskert bölcsöde, Nagy Mónika, a Pöttyös utcai bölcsöde, és Szőlősi Mihályné, a Manólag bölcsöde dolgozója. Kálai Gáborné alpolgármester adta át az okleveleket a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények munkatársainak, Almási Gábornénak, a Platán Idősek Klubja vezetőjének, és a Gyermekek Átmeneti Otthonak két munkatársának, Majer Nikoletnek és Bálintné Csobádi Editnek. Dr. Bácskai János polgármester pedig a Feszofe Nonprofit Kft.-ben dolgozó Lackó Finé Jung Ágnesnek, Hartnül Irénnek és Hunyadvári Erzsébetnek adott át elismerő oklevelet. Idén Ferencváros Humanitás díjában pedig Gedeon Andor részesült. Gedeon Andor, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekvédelmi Intézmények igazgatója, 1979-től 1985-ig nevelő és csoportvezető nevelő volt a Fővárosi Önkormányzat Békenevelő Otthonában, ezután munkáját a Vasvári Pál Nevelő Otthonban folytatta. 1986-tól 1989-ig fiatalkorúak pártfogó felügyelője volt a Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben. 1989-től és jelenleg is családgondozó intézményvezető a Ferencvárosi Szociális és Gyermekvédelmi Intézmények igazgatóságán. A Horizont Szociális Alapítvány létrehozásának kezdeményezője és egyik alapító tagja, melynek munkájában jelenleg a szakmai programért felelős. Az alapítvány 1991-től működik, tevékenységének célja a legszegényebb, legelesettebb embereken, családokon való segítés, az alapellátásokból kimaradt egyének és családok segítése. Egyik kezdeményezője és alapítója volt a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete nevelő otthoni szekciójának. Tevékenyen részt vállalt a helyi szociálpolitika, az intézményi struktúra kialakításában és új ellátási formák megvalósításában, így például a Jumbuy Help program kidolgozásában és megvalósításában, a Budapesti Szociális Kárta, a Ferencvárosi Bűnmegelőzési Program és a Ferencvárosi Önkormányzat Szolgáltatás Tervezési Koncepciójának elkészítésében. Munkáját mindig az elszegényedés visszaszorítása, az esélyegyenlőség érvényesítése vezérelte. Gedeon Andor, Humanitas Ferencváros díj. Azt gondolom, hogy senki nem születik szociális munkásnak. Ahhoz kell egy bizonyos kor, egy érettség, hogy az ember elhatározza, hát úgy mondom inkább, hogy a szándéktól eljusson a szakmáig, és a szakmától a hivatásig. És hát persze ezernyi göröngyös út vezet kinek-kinek az életében, az enyémben is így volt, hogy nagyon sok véletlenszerű, sorsszerű állomása is volt az életemnek. Erről az útról Gedeon Andor jövő heti Heti Portré című műsorunkban részletesen is mesél. Gedeon Andor egy másik elismerésben is részesült. Tarlós Istvántól Budapest napja alkalmából Zalabai Gábor díjat vehetett át a Városházán tartott ünnepségen. Dr. Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Ferencvárosi Séták című műsorunk szerkesztője, szakértője pedig Budapestért díjban részesült. Ezúton is gratulálunk mindkettejüknek, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!